Köszöntőjében Botka László arról beszélt, hogy Szeged mindig is szabadságszerető és öntudatos város volt. A hatalom számára addig és csak addig legitim, amíg okosan irányít, de nem tűri a túlhatalmat. Azt a mai túlhatalmat, mely nem erős, hanem erőszakos, és nem irányít, hanem kizárólagosságra törekszik. Erre az európai, Demokrata Szegedre látogatott ma Martin Schulz, és elnök úr hazaérkezett. Martin Schulz arról beszélt, hogy Európa országai csak összefogva képesek érdekeiket és értékeiket érvényesíteni a világban. Az egyes nemzetek megőrizhetik nyelvüket, kultúráikat és szokásaikat. Ezek azonban önmagukban nem adnak munkát a gyermekeinknek, mondta a német politikus, aki szerint Európában növelni kell a befektetések szintjét, elsősorban az oktatási rendszerbe kell többet investálni. Közösen felépítettünk egy társadalmi modellt Európában, és ha úgy akarjuk, akár minden nap jobban is élhetünk. Ezt teszi lehetővé ez a modell. A modell alapértékei a demokrácia, a béke és a szolidaritás, méghozzá egyedi módon összekötve. Európa egy értékalapú társadalom, közösség. Mindig gazdasági közösségnek írjuk le, de valójában értékközösség. Újhelyi István Szegeden élő Európa Parlamenti képviselő szerint Martin Schulz személyében Európa és az Európai Szociáldemokrácia egyik legfontosabb vezetője látogatott Szegedre. Európa egyik legmélyebb válságát éli a 20. századi világégések után. És ugyanúgy kezdődött, mint annak idején. És ugyanazok hangosak, mint akik annak idején voltak. És ugyanazok a politikai eredmények születnek, még sokszor a demokratikus választásokon is, mint annak idején születtek. Na de hagyjuk-e, hogy a vége is ugyanaz legyen. A szélsőségek előretörésével kapcsolatban Martin Schulz úgy fogalmazott, a holokauszt után 70 évvel a fasizmus nem térhet vissza. A városházi program után a vendéglátói belvárosi sétára hívták Martin Schulzot és kíséretét. A Széchenyi tér, a Kárász utca és a Duganis tér után az Árpád teret is megnézték, a város több olyan pontját, amely uniós pénzekből újult meg. Este díszvacsorát tartottak az Európai Parlament elnökének tiszteletére.